Azzal a ténnyel kellett szembesülnie a bátaszéki képviselőtestület tagjainak a Városi Tűzoltóság szakmai és pénzügyi beszámolója kapcsán, hogy az évek óta tartó alulfinanszírozottság hatására jelentős összeggel kell kiegészíteni a testület költségvetését, mondta Bozsolik Róbert polgármester. Egyrészt eltekint a képviselőtestület attól a 2 millió forint támogatásnak a visszafizetésétől, amit évelején elsősorban likviditási szempontból adtunk volna, illetve mintegy 1,5 millió forintot még hozzáteszünk annak érdekében, hogy a tűzoltóink bérét és a tűzoltóság működéséhez szükséges dologi kiadásokat maradéktalanul tudjuk teljesíteni ez év végéig. Ebben partnerek egyébként a környező önkormányzatok, akik a fenntartásban velünk együttműködnek, ők is biztosítják az ez évi kiegészítő támogatást a tűzoltóságnak a működéséhez. És rá is néztünk mindjárt a 22-es esztendőre, és ebből adódóan láttuk, hogy a helyzet nem javul, hanem sajnos tovább fog romlani, hiszen a bérköltségek jelentősen növekednek, a dologi kiadások is növekednek. Ezért a képviselőtestület úgy döntött, hogy 22. január 1-től 300 forint per fő lakosság egyenértéket 500 forint per fő lakosság egyenértékre emeli, ennek megfelelően növeli a támogatásnak a mértékét, bár látjuk, hogy ez a növekedés és csak arra lesz elegendő, hogy egy kis szépségtapaszt tegyünk a működésre, mert még így is, mint egy 5 millió forint hiánnyal tervezhető meg a 2022-es működés. A megoldás Bozsolik Róbert abban látja, ha a katasztrófavédelem finanszírozná a tűzoltók bér és bérjellegű kiadásait. Ez megközelítően 50 millió forintot ter neki éves viszonylatban Bátaszéken. A dologi kiadásból származó költségeket az önkormányzatok továbbra is állnák. 12 főállási tűzoltónk van, 0-24 órában működtetjük a tűzoltóságot, a fennmaradó időben alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatjuk a tűzoltóinkat, hiszen sajnos előregedett az önkéntes tűzoltói társadalom, és már nem tudnak önkéntes munkát vállalni, viszont a szolgálatot megbiztosítani kell 0-24-ben. Figyelemmel arra, hogy alagút van Bátaszék közigazgatási területén, közlekedési szempontból, Bátaapátiban van egy kis és közepes radioaktív hulladék tároló, tehát vannak olyan kiemelt biztonságú feladatok, amelyeket Bátaszékről lehet a legjobban, leghatékonyabban, legrövidebb időn belül elérni, ha adott esetben baj van. A város kezelésében 3 társasház van, melyben 20-nál több ingatlannal gazdálkodik a város. Ezek korszerűsítése folyamatos feladat, és ezt a jövő esztendően kiemelten kezeli majd a költségvetés. 10,2 millió forintot fogunk rákölteni, folytatjuk az energetikai korszerűsítési elképzeléseinknek a megvalósítását, illetve tervszerűen újítjuk föl a villamoshálózatokat a lakásainkban. Az elmúlt években is folyt oltási program, melynek keretében a szociálisan rászorulók anyagi terheit meghatározott keretek között átvállalta a város. Így lesz ez a jövő esztendőben is. Így az agyhártya gyulladás elleni védőoltást és a rotavírus elleni védőoltást fogjuk vagy teljes mértékben finanszírozni az igénybevők számára, attól függően, hogy milyen szociális és vagyoni helyzettel rendelkeznek, vagy részben támogatni azoknak, akik ezt az oltást biztosítani kívánják a gyermekeik számára. Ez mintegy 3,1 millió forintos keretet fogunk 2022-ben biztosítani. Maguk az elvek azok további jobban is élnek, tehát egy oltás azt minden szempontból az önkormányzat biztosítja, aki részt tud venni, és az oltási sorozat számától függően, illetve attól függően, hogy a család milyen anyagi körülmények között rendelkezik, vagy a másodikat, és van olyan oltás, ahol a harmadikat is a város tudja finanszírozni. A Burza Hungarika pályázat mellett Bátaszék önmaga is pénzforrást biztosít a felsőoktatásban tanuló diákok számára a jövőben. A tanulmányi eredményhez kötődően szeretnénk ösztöndíjat adni fiataljainknak. Mindazok a felsőoktatásban résztvevők, akik a rendeletben meghatározott egyéb feltételekkel rendelkeznek, de ami a legfontosabb, legalább 3,8-es kreditátlaggal bírnak, azok 10-től 20 ezer forintig terjedő havi ösztöndíjban részesülhetnek mindig egy 5 hónapos meghatározott időszakra. Erre lehetőség jelen pillanatban most 2022. január 1-től lesz. Minden létező csatornán eljutatjuk a pályázat benyújtásának feltételrendszerét. Első alkalommal február 20-áig lesz lehetőség benyújtani mindazokat a dokumentumokat, amely alapján igénybe kívánják venni ezt a támogatást. A város azért döntött így, mert
egyik oldalon szociális szempontból a Burza Hungarikával már támogatja a főiskolán tanulókat, illetve a családokat, de fontosnak tartottuk, hogy egy másik csatornán kialakítsunk egy olyan kötődést, ami lehetőséget biztosít esetleg arra, hogy mindazok, akik a várostól ösztöndíjban részesülnek, és lehetőségük van Bátaszéken vagy Bátaszék közelében tanulmányaik elvégzése után munkát vállalni, szívesen jöjjenek vissza hozzánk.